Az EGRI Kertbarát Köregyesület tagjai is a kemence körül szorgoskodtak. Egy régi szakácskönyvben talált recept alapján készítették el az ipolymenti kemencében sült csürköt káposztaágyon. Azt mondták, azért választották, mert számukra fontos a hagyományok ápolása. A gyökerekre kéne támaszkodni, és a gyökerekről támaszkodásnak az egyik komoly lehetősége az, hogy hagyományos ételeket is megjelentessünk, például kemencés ételeket. A rozsnyói járásban található Szilicéről érkező testvértelepülési delegáció a rakott tűzhelyen készítette el a tájegységre jellemző parasztlevest árpagyöngyel, ami a mai napig közkedvelt étel náluk. Az alapja a hagymazsír, ami minden parasztételnek az alapját képezi, aztán ebben lazon meg van dúsztolva kevés mennyiségű zöldség, krumpli megy hozzá, füstölt sonka, és a végén a dara, és ebből főzzük. Tehát az árpagyöngy, nálunk ezt darának hívjuk, és ebből főzzük meg a levest. A szakértő zsírinek összesen 25 kemencében és szabad 10-ön készített étel közül kellett kiválasztani a legfinomabbakat. Mindeközben a színpadon hagyományőrző együttesek követték egymást. Az eseményre 4 országból érkeztek delegációk. Bóta József polgármester azt mondta, a hagyományőrzés miatt elengedhetetlenek az ilyen rendezvények. Én hiszem és vallom, hogy a gyökerek nélkül nincs jövője a magyarnak. Kis nemzet vagyunk, nagyon össze kell tartanunk, össze kell zárnunk és megőrizni a valódi hagyományainkat, a keresztény kultúr, magyar kultúrához kötődő hagyományokat. Fontosak az ilyen események egy település életében, ezeknek hatalmas közösségépítő erejük van, mondta Nyitrai Zsolt, Egeri térsége országgyűlési képviselője. Már elmondható, hogy szinte mindegyik településnek megvan éves szinten a maga 2-3 olyan rendezvénye, ami hírét viszi a megye, illetve országszerte. Ez azért 20 évvel ezelőtt nem volt még így, tehát újra kezdenek visszaerősödni a kis közösségek. A nap zárásaként a Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület tagjai elevenítették föl a régi szihalmi lakodalmat, ami a mennyasszony kikérésével kezdődött, majd a lovaskocsira felpakolt stafírunggal indult a násztép a templomba, aztán következett a lakodalom.